Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És hogy jelentkezhetsz a jóslásra? Írj egy e-mailt, vagy vedd fel velem a kapcsolatot a Facebookon, vagy WhatsAppen keresztül. Leírod a helyzetedet, vagy felteszed a kérdésedet, témánként kivetem a kártyát, és erről készítek egy videót álnéven, te adhatsz egy álnevet a videóhoz, és ezek a videók megjelennek a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens. De ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül küldöm hozzá a linket. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt láthatóak az utak, és az jelentheti azt, hogy találkoztok, hiszen a sors utatok kereszteződni fog, vagy jelentheti a döntéseket, melyik irányba kellene lépnie, és ez a virág itt a döntések mellett utal tiszta érzelmekre, jó döntésekre, és itt kitisztul valamit, rendeződnek körülötte a dolgok. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt süt a nap, jó a kedve, lesznek itt fontos döntések, ahogy az utak mutatják, nem csak ez a virág utal a tisztaságra, hanem a nap segít, megvilágítja ezeket a témákat, tudja, hogy mit akar, ő ezt érzi. Vannak elvárásai is, hiszen ez a park jelenti a nyilvánosságot, a nap pedig az ő kisugárzását, és megvan nála ez a vágy, hogy mások észrevegyék őt, dicsérjék őt, sikereket akar. És mit fog tenni irányodba? A hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, kihat az érzelmi világotokra. És itt a madarak jelentik a csevegést, beszélni akar veled érzelmekről. Esetleg beszélni akar veled az anyukájával kapcsolatban, hiszen a hold az jelentheti az anyukáját is, vagy anyai témákat. És mi fűz össze benneteket? Itt látható ugyan egy közös út, közös tervek, de itt még megjelennek a kövek. Ezek lehetnek a félelmek, vagy a nehézségek. Az is lehet, hogy valaki beleavatkozik a dolgokba, és ilyen köveket tesz elétek, megnehezíti a helyzetet. Mivel itt a hold látható, előfordulhat az, hogy az anyukája, vagy a volt társnője, aki anyuka például, mert van egy közös gyermek, hogy megnehezíti a jövőt.
különösen, ha egy új irányról, ha a kezdetről van szó. Ő átlát ezeken a dolgokon, hiszen megjelenik nála a nap, megvilágítja ezeket a problémákat, és itt az utak jelentik a gondolataiban azt, hogy ő tudja, hogy ez így van, és itt lesz egy új irány, tisztázódnak a dolgok. Szerintem itt arról van szó, hogy elkerüli a köveket, elkerüli ezeket a nehézségeket, hiszen nem akar botladozni. És itt van a vidámság, a kisugárzása, ő tudatában van ezzel, és rendezni fogja a dolgokat. Hallgat a te érzelmeidre is. Lehet, hogy még nálad vannak félelmek, bizonytalanságok, az is lehet itt kezdetben ez a köves út. De tedd át magadat ezeken a negatív érzelmeken. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!